A Nemzeti Fiús Serdülő Bajnokság 2023-as A-döntőjének piros csoportjából jön a második mérkőzés, tehát most már, amint ezen derbin túl leszünk, megismerkedhetünk az összes főszereplőjével a Pécset zajló A-döntőnek. Méghozzá akkor, amikor a Zsíros Akadémia Kőbánya és a Budapesti Honvéd készülődik előbb a fotózásra, aztán pedig természetesen majd már a mérkőzésre is. Sok szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Továbbra is Rádonyi Kristófot hallják. Itt a Unbasket TV-n már láthattuk, hogy mely három mérkőzés fejeződött be. A MEAFC egy végleteki kiélezett csatában tudta legyűrni a Kaposvár együttesét 60-59 arányban. A MAFC 57-52-re verte a Kecskemétet, az NK a Pécs pedig több mint magabiztos győzelemmel mutatkozott be itt a hazai rendezésű tornáján, amikor is a Civis KK Debrecent győzték le, majdnem 40 pontos különbséggel, nem is olyan régen ért véget az a mérkőzés. Ami ugye a mai nap további programját illeti, most jön majd, egy pici csúszásban vagyunk, egy olyan 15 perces csúszás szerintem, amiről beszélgethetünk, a Zsíros Akadémia, illetőleg a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia serdülő csapatainak meccse. Aztán jön majd a pályára megint a fehér csoport négy főszereplője, elsőként a MEAFC és a Kecskemét csörtéje, aztán pedig a Kaposvár, valamint a MAFC derbie zárja a mai napi programunkat. Bízunk benne, hogy inkább az első két mai mérkőzéshez hasonló izgalmú meccsek jönnek most itt zsinórban egymás után. Erre amúgy megvan minden esély, már csak azért is, mert a zsíros menetrendjét végignézve, ugye 19 meccset játszottak olyan ellenfelekkel szemben az idei szezon során, ahol ugye a rivális is bejutott végül ide a 8-as döntőbe, és hát láthatjuk, hogy amíg a szezon elején inkább piros az eredménylista, ami ugye a vereségeket jelzi, addig a szezon vége felé inkább fehér, ami pedig a győzelmet, tehát a főtáblától kezdett el megindulni és összeállni Boronyai Zoltán alakulata, és ezzel kapcsolatban azt mondta Zoli nekem személyesen, hogy azért így vagy úgy, de a személyi fejlődések is kellettek ahhoz, hogy ez így alakuljon. Mindenki egy picit többet vállal, egy picit kevesebb akar lenni az ego és több a csapat, és abszolút a személyi fejlődésük jeleként tekint arra, ahogy alakult az idei szezon második fele. Ami a Honvédot illeti, ők is 9 győzelemmel és 6 vereséggel állnak a legjobbakkal szemben. Hogy egészen pontosan ők 9 győzelemmel és 6 vereséggel állnak a legjobbakkal szemben. Ugye érdekesség, hogy a Zsíros játszotta a legtöbb meccset az idei szezon során 8-as döntőbe jutott riválisok ellenében, és hát ugye 22 győzelem és 7 vereség a Honvéd idei mérlege. Az utolsó két meccsüket ők ugye nyerték, az úgynevezett nagynevű ellenfelekkel szemben, de azért vannak olyan vereségek itt az eredménysorban, amik nem biztos, hogy Fenyődi Szabolcs számára nem okoztak álmatlan éjszakákat. A Zsíros keretében ott pattogtat az a Nagy Ágoston 18-assal, aki az egész mezőny legjobb pontszerzője. Ugye gyorsan mutatom is, talán egyszerűbb a statisztikával alátámasztani mindezt. A Zsíros kapitánya 26 pontot átlagol, de Boronyai Zoltán elmondta, hogy amint ő is elkezdett bízni a társakban, amint ő is érezte azt, hogy ha a többiektől jön valami kis plusz, ha a többieket segíti, akkor neki is, ugye több helye lesz majd, akkor neki is több lehetősége jut majd a pontszerzésre. Onnantól kezdett el megfordulni a csapat szekere, és hát így vagy úgy, de azért a Honvéd számára azért ez az az idei szezon, az idei szezon, ez alakult, ahogy alakult. Kurfi Zétény személyében olyan játékosa is van a Honvédnek, aki azért kapott sajtó visszhangot, ugye a Malaga
szeretné őt mindenféleképpen leigazolni a hírek szerint. Nem, bocsánat, a Badalona, nem a Malaga, a Barcelonában volt. A Juventus Badalona, ha igazak az információim, de hogy lényeg, hogy Spanyolországban járt, jó benyomást tett a spanyol szakemberekre, és ebből fakadóan egyébként azért rá fokozottan figyel mindenki. Ugye itt a Honvéd statisztikája, ugye Kurfis, Mészáros és Pap az igazi vezérek a támadó térfélen. Egy dologgal vagyunk még adósak, ez pedig a játékvezetői duó Lenger Levente és Novák Bence közreműködnek majd ezen a mérkőzésen. Valószínűleg nem lesz egy különösebben egyszerű összecsapás ez játékvezetői szempontból. Már csak azért sem, mert hogy tényleg itt kiegyenlített erők küzdelmét láthatjuk majd, és azért az ilyen is ehhez hasonló mérkőzések szoktak nehézséget okozni a sporéknak. Ott van a kezdőben a Zsírosnál Nagy, ott van Dobos, de jól látom, érkezik Felter is. És persze a halász fekete duó is. Honvédnál természetesen Kurfis. És gyorsan a játékvezetőket eltüntetjük a képernyőről. Elnézést ezért. Az első támadásvezetés joga a piros-fehérben játszó Honvédot illeti meg. Rögtön egy jó akció, és rögtön egy szép kosár. Az pedig Nagynál egy hiba. Ez meg egy eladott labda. Dudástól. És itt az indítás kosár a másik oldalon. 2-2. Jó befejezés. Fővárosi csörte. Komoly ranggal. Pap. Éppenséggel ezt sem nevezném a legkönnyebbnek. Nehéz helyzetbe hozták ott Dobost. Nem ijedt meg egyébként Dobos Levente. Dobhat két büntetőt. Mind a két csapat szeret tempót diktálni, mind a két csapat szeret szaladni. Ez különösen annak fényében fontos, hogy azért mindenhol vannak magas játékosok, de ők is elbírják ezt a tempót. Ki lesz a lepattanó? Elhozza. Na jól látom, Hidas Henrik. Kurfis. Lépéshiba. Pap Gergely volt az, aki egy pillanatra hezitált, és ezt a játékvezetők nem értékelték különösebben. Halász. Nem igazán pontos a kiosztás, van viszont egy újabb lépéshibánk. Az egész tornán nem fújtak még ennyi lépést a játékvezetők, mint itt most. Ettől függetlenül persze, ami lépés, az lépés. Fújják is le. Dudás.
Tót, aztán Hidas, vissza Dudáshoz. Nagy marad le erről az akcióról, Papp, Kurfis, oha! Nem tudom, hogy zsákolni szeretett volna-e, vagy sem, minden esetre kicsit ott a labda a kezéből. A két pont megvan, 6-2 a Honvédnak, Kurfis is feliratkozik a pontszerzők listájára, az pedig így visszajátszás gyanús volt. Nem látok, hogy visszalépette Nagy. Egy tripla, az mellé megy, Kurfis pedig kiharcol egy faltot, Dudás ütött oda Kurfis kezére, Fekete Nándor dobta mellé az egyébként tök üres hármast. Papp. A Honvéd, a szurkolók nem restek, végig fogják énekelni szerintem az egész mérkőzést. Ahogy egyébként azt ilyenkor csinálni is kell. Fenyődi Szabolcs, Amati Kevin és Losonci Dániel egyszerre adnak instrukciót, egyszerre több játékosnak. Kurfis szedi a támadó lepattanót, a rontott büntetőt követően a legjobb biznisz a Honvéd számára. 9-2 a budapesti Honvéd javára. Időkérés volt szerintem korábban, vagy valami Dudát lehetett hallani. Igen, szerintem játékon kívül már minden. Nem akartam elsőre bemondani, de ezek szerint akkor ténylegesen így történt a dolog. Ez pedig itt a statisztika. Mindössze két dobás a zsírostól. 4-ből 4 a Honvéd mezőny mutatója. Úgyhogy ezen mindenféleképpen kell majd változtatni. Nem szabad elszórogatni a labdákat a zsírosnak. Hát a 2,5 perc alatt két eladott labda az túl sok. Különösen akkor, hogyha derbit vív az ember, és az alapvonalról jöhet így a zsíros majd. Hát és lehet, hogy én azt mondom, hogy mit nem szabad, de egyelőre úgy néz ki, a játékosok nem tudják megcsinálni sárga mezben. Megvan a szabad labda a Honvédnak, ebből mehet Papp, és Papp nem is rontja el a indításos zicsert. 11-2, álomszerű kezdés a Honvédtól. Nem jó a dobás ezúttal a dobos Leventétől. Több labda kellene Nagy kezébe. Ha máshogy nem, akkor szerezzem magának. Közel járt most hozzá Nagy Ágoston.
Egyébként hátrafele is megkapta a nehéz feladatot. Itt pedig egy nagyszerű Tóth Bernát. Dobás 14-2. Tovább folytatódik a honvéd menetelés. Így meg aztán pláne, mint hogyha elhamarkodó döntést hozott volna Fekete is ezzel a betöréssel. Dudás egyel tovább. Hidas. Kurfis. Dabos mellette elkezdi a center munkát. Picit rövidre méri a félhorgot. Nagy pedig a másik oldalon zicserezik. Ideg nyugtató dupla Nagy Ágostontól. Hidas. A tempóra azt hiszem, hogy nem lehet panaszunk. Lehet, hogy a fél időben majd az automata kamerát meg kell olajoznunk. Pörög, forog nagy erőkkel. Kurfis, Dabos bravúros szerelése. Jön egy csere, érkezik 40-essel Herceg Balázs. Felszerelés rendbe rakva. Kurfis. És ezúttal nincs büntető, alapon arra jöhet majd a Zsíros Akadémia. Hidas is fújhat egyet. Vagy fújhatott egyet egészen pontosan. Tudás ült most le. Nagy, inkább tovább teszi. Jó akció volt ez is. A sárga feketéktől. Támadót fújnak. Hát. Lekük rajta. Nyilván ők állnak közel a szituációhoz. Nem éreztem ezt ennyire súlyos kontaktnak. Szépen lett eladva. Hidas. Talán, hogyha leteszi a belépő Kurfishoz, akkor ez egy sokkal jobb helyzet. Itt most előzékeny volt Felter Bendegúz, neki viszont lehet, hogy saját magának kellett volna a befejezésre törekednie. Lejön a hármas. De van egy újabb halász támadó lepattanó. És ha van halász támadó lepattanó, akkor van esély a kosár szerzésre is. Ez nem tetszik szerintem most egyébként a Honvéd vezetőedzőjének, ezek a támadó lepattanók. Jön is szinte azonnal egy időkérés. És te? Tudod, hogy a KNTH-val duplán fektethetsz a jövőbe? Duplán! Egy tudatos döntéssel és a KNTH felelős befektetésekkel egyszerre tehetsz a klímaváltozás ellen, és közben a pénzed is gyarapszik, összhangban a földdel és egy élhetőbb jövővel. Fektess be havonta telóról, és akár 40 ezer forint jóváírást is kaphatsz. És új bankszámlával még ezt is duplázhatod. És két oda navigál. Dönts okosan! KNTH. Innováció, fenntarthatóság, jövő. ...16-6-ra vezet a budapesti Honvéd serdülőcsapata a Zsíros Akadémia hasonlókorú fiataljaival szemben. Az első negyed első felén vagyunk túl. Úgy néz ki, rendezte sorait a Zsíros.
Dudás. Gyatra passz. Skurfis, az mutatja is ott neki, fenyődi Szabolcs, hogy de hát drága Olivérem, hát üsd le kétszer a labdát, és már is jobbszögből tudod bepasszolni Zéténynek. Pap! Ő nem vár passzra, inkább mellé dobja az ígyszer, de megszerezte a labdát, majd visszaszedi egy párszor, kihasználva magasságbeli fölényét. Halász Kende feje fölött szedegette vissza ezt Pap, ettől még bánhatja, hogy itt mellé dobálta az ígyszereit. Könnyű kosárszerzési lehetőség volt ez. Nagy Ágoston mellé szórja a flótert, aztán majdnem visszaszerzi. Ez egy érdekes kis párharcot Pap és Nagy között. Két abszolút akcelerált játékos, mind a ketten mezőnyposzton játszanak úgy, hogy azért a magasság is rendben van, 180 fölött. Ritka, hogy ennyire jó riválist kapnak ők. Kurfis szedi a lepattanót, jól védekezett. Nem próbált meg többet, mint ami ebben a helyzetben benne volt. Pap! Kiváló befejezés Herceg Balázstól. Nagyon fontos mind a két csapat számára ez a mérkőzés. Már csak azért is, mert ugye a papírforma alapján egyértelműen a legjobbját a szezon közben elveszítő CSKK Debrecen a leggyengébb tagja ennek a kvartetnek, a piros csoportnak. Így aztán ugye a még veretlen NK a Pécs legyőzése az nem biztos, hogy reális cél a Zsíros és a Honvéd számára. Bár titkon nyilván ott van minden fejben, de hogy aki nyeri ezt a derbit, és hozza a papírformát a debreceniek ellen, az igen! Hidas! Helyett ugye Herceg. Nagyon hasonlít egymásra Hidas Henrik és Herceg Balázs. Az egyikőjük ugye nincs 170 centi, a másik pedig bőven 180 fölött. Jó a kommentátor, hogy összekeveri őket, elnézést érte. Csak a nullát láttam szerintem a háton. 26 a Honvéd javára. Szóval ha hozod a papírformát, akkor tovább mehetsz az elődöntőbe, és kimondva kimondatlanul azért mindenki oda vágyik. Minimum. Tehát mindenki akkor lenne elégedett, hogyha ha jól játszana a csapat, ha fejlődnének a játékosok, ha jól éreznék magukat a srácok, de azért, ha elődöntőbe jutunk, akkor senki nem szomorú. Most Hidas. Ó, az nagyon nagy zsuga Hidastól. Pap majdnem lenyeli a gólpaszt. 22-6. Nem meri kikérni a második idejét Bonyai Zoltán. Hú. Helyre gyűrte ezt Halász Kende. Le a kalapa. Herceg. Lépéshiba ez is. Úgy néz ki, hogy ez a játékvezetői felfogás a mai napon. Erre kell figyelnie minden játékosnak, és ehhez kell alkalmazkodnia mindenkinek. Megint a kapkodás, Fekete Nándor. Majdnem labdaszerzés, sokadik ehhez hasonló Nagy Ágostól labdaérintés, az pedig Pap Gergely hármasa. 25-8, messze nem úgy alakul ez a 10 perc, mint ahogy azt a kőbányaiak eltervezték, sokkal inkább
az angyalföldiek akarata érvényesül. Nem is tudom egyébként, hogy most a Honvédot hova kell sorolni, ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen edzenek a csapatok addig, amíg a Tüzér utcai Dózsa György úti sportcsarnok tetőszerkezete nem készül el, meg ott lelátót is cserélnek, úgyhogy épül, szépül alapvetően az akadémia kétszintes konditeremmel. Három másodperc az ítélet. Nem? Faltot fújnak. Azt hittem, annyira indult kifelé mindenki. Meglepődtem volna, de láttunk már meglepő döntéseket. Dobos belép, nem figyelnek rá. Túl gyorsan kellett elvégeznie, mert nagyon lassan kaptam meg a labdát. Kurfis pedig elaludt. Lábbal ért hozzá Dobos Levente. Megint ugyanaz. Fenyődi Szabi magyarázata. Üssük le a labdát, ne csak rázzuk, mint a rumba tököt. Mi bajunk lehet? Az a baj, hogy ugye ezt fölvette Kurfis, ott már nem üthette le újra. Jó meló balra. Dobosnak nem sok esélye van Kurfis zéténnyel szemben. 27-8, érezhetően nagyon felkészült ellenfeléből a budapesti Honvéd. Dobos ennek ellenére most szerez egy duplát, és ne feledjük el, azért a serdülő kosárlabda, ahogy most itt volt egy nem különösebben extra 7 perce a Zsíros Akadémiának, ugyanígy jöhet egy hullámvölgy a Honvédtól is. Az lépés lesz. Bizony. Azt eltötyögte Kurfis. Nincs dobás a sarokból. Van kiosztás, és van labdaszerzés. Hidas! Ó, ott a Eurostep. És ott az újabb Honvéd kosár. 19 pont. A vörös mezesek, vörös-fehér mezesek előnye. Nagy Ágoston. Nincs idegnyugtató hármas. Van viszont támadó lepattanó. A sokadik már. Ha valami egészen biztosan nem tetszik Fenyődi Szabolcsnak, akkor az ez. Nagy elindul, leosztja, Dobos, falttal együtt, az igen! Ez az a társakba vetett bizalom, amit Bornyai Zoltán említett csapata kapcsán. Ez felnőtt kosárlabda nyomokat is tartalmazott. Tizenhét a differencia, 20 másodperc még a hátralévő idő, végig támadhatja tulajdonképpen a negyedből rendelkezésre álló másodperceket a Honvéd. Pap! Minden falt után büntető jön, akkor is a mezőnyben történik. Pap elindul. 2,9 másodperc, ugye 7 tizeddel jár előrébb a támadóidőt jelző óra, mint a negyedet mérő szerkezet. 2,9 másodperc az tenger sok idő, le lehet ütni, még bármit lehet vele csinálni. Passz is belefér. Kurfis? Fölemeli, de nem tudja helyére tenni. Így aztán egy negyedet követően 17 pont a budapesti Honvéd előnye. Maradjunk annyiban, hogy megérdemelt a vezetés. Sokkal pontosabbak itt a találkozó első részében, mint amennyire ellenfelük.
Már is jövünk vissza méghozzá statisztikával. 8 eladott labda a héttel szemben, nem ez dönt, hanem az, hogy a Honvéd nagyon-nagyon hatékony tud lenni a dobás befejezéseknél. Két jó hármas, és nagyon sok 50% fölötti értékesített két pontos. Ismerkedünk majd a játékosokkal. Ezt most itt éppen Nagy Zsombor rontja el. Van egy lepattanó. Hiba, mind a két oldalon, több is. Ruszkai, picit túlméretezett három pontos. Jött megint Nagy Zsombor és a Honvéd. Egy betörés, ügyesen, nincs támadó lepattanó. Ugye Mészáros Ádám jutott el zicserig. Most mindenki mindent azonnal akar megoldani, Mezei Máté is úgy döntött, hogy az a biztos, hogyha eldobja. Nem feltétlenül gondolnám azt, hogy ezzel egyetért alapvetően edzője. Erdős. Visszakapja, csak mit fog azzal ott csinálni. Tovább teszi, ki lehet passzolni, be lehet dobni a sarokból. Nincs három pontos a Honvédnál. Van viszont újabb támadási lehetőség. Mészáros. És aztán még egy. Nagy. Vissza Erdőshöz. Erdős. Nagy hármasa lejön, és lejár a támadó ideje a pirosmezeseknek. Hiába Jécs Dominik befejezése. Itt egy újabb labdaszerzés, és egy újabb honvéd kosár. Az első amúgy itt a második negyedben. Nincs helyzete Bajominak. Van viszont eladott labdája. Picit azt érzem, hogy mindenki túl gyorsan akarja befejezni az éppen adott akciót. Kapkodóvá vált a játék. Az első csak jónak tűnő helyzetet is megpróbálják elvállalni. Ez már sokkal inkább az volt. Lantos Levente dob majd kettőt. Mészárosnak kiabál Fenyődi Szabolcs, hogy mindent váltunk. Ez pedig Losibá hangja, azaz Losonci Dánielé. Ő amúgy készül a saját döntőjére. Kadett csapat, az U16-os gárda vezetőedzője, Losonci Dániel. Ez pedig itt. Egy Domján Ervin dupla, bátor volt, és így, hogy kosarat szerzett, így bátor volt, nem pedig vakmerő. Bajomi. Nagyon jó felismerés volt ez, szűk Hubától, függetlenül attól, hogy az itszer kimarad, hogy ezt nem eldobta az üres triplát, hanem hogy van ott egy folyosó,
és végig lehet érni. Kettőből egy büntető a helyén. 35% alatti büntetőző a szezon során. Szűkhuba. Tehát a kettőből egy az nála nem rossz. Mészáros triplája. Tökéletes! Hihetetlen koncentrált a Honvéd csapata. És ez még akkor is igaz, hogyha itt a második negyedet azért ez az ötös nem úgy kezdte, mint ahogy az előzőek. Ez pedig lépéshiba. Antos Leventénél. Most jön az időkérés. Baranyai Zoltán eddig bírta nézni az övéit. 23 ponttal vezet a Honvéd. Több, mint magabiztos a vezetés. Csobbanj egyet a Mega Örvényben, a város legkeményebb beltéri csúszdapartjában. Hé, Carl. Igen? A Snickers csináljuk, a csúszdapark tegnap volt. És nem is hívtatok? De hát nem is... És legalább jó volt? Hagyjuk, Carl. -13 áll az eredményjelzőm. És mindezt úgy, hogy amúgy statisztikailag nincs olyan döbbenetes különbség a mérkőző felek között. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, az egyik csapat, mint például amilyen a Mavc Kecskemét meccs volt, hogy volt 20 nem tudom hány eladott labda, 23 talán a fél időben a Kecskemétnek, hanem itt mindenkinél van hiba, picit több a zsírosnál, de a különbség sokkal nagyobb, mint amit a statisztika alapján az ember esetlegesen gondolna. Az amúgy, hogy van 10 gólpassza, 16 mezőny kosárra a Honvédnak, az serdülőben úgy gondolom, hogy extra teljesítmény. Mészáros, ez a tripla most mellé megy, meg hát dobtak 3 darab triplát, az is jól jön. Jó leosztás, de nincsen belőle kosár, évészveres Albert inkább eladja, ez most fájó. És aztán jön majd két büntető. Fizikai fölényét tudta Lantos Levente megint érvényesíteni. Viszont a büntetőt nem tudja bedobni. Lantos is 40% alatt büntetőzik. Ez is gondolkozott, de ez is kijön viszont. Megint támadhat a Zsíros Akadémia. A belépő Lantosnak lehetett volna letenni. Domján. Mészáros. Jecsé a támadó lepattanó. Domján, az is mellé megy. Roboghat a Zsíros Akadémia. Lantos. Ami nem ment be. Steril körülmények közepette, az nem megy be most sebességből sem. Mészáros. Nem könnyű helyzetek ezek, de érezhetően komfortos ezekből a szituációkból. Mészáros Ádám. Jecs. Támadó lepattanója, ott a drop step. Nincsen belőle dupla. Szágulthat megint. A Zsíros. Ez
is kimarad. Semmit nem tud kosárral befejezni. Most éppen Ruszkai Dániel. Fenyedi Szabolcs is szerintem azért ennyire szugesztív ott az oldalvonal mellett, mert hogy ő is tudja, hogy bármikor fordulhat a zsíros játéka, és ha 30 lehet az előny, akkor legyen 30, az a biztos minél nagyobb, addig kell kialakítani a különbséget, amíg nem kifejezetten jó az ellenfél, aki sokszor hallgatott már engem, Artúrt, vagy bárkit, Mihes Gábort kosárlabda közvetítésnél pontosan tudja, hogy amikor az ellenfél nem játszik jól, de az olló szűk marad, az mindig a hátrányban lévő csapatnak kedvez, mert előbb vagy utóbb fordul a kocka. Itt most 24 a különbség. Az úgy lépés. A Mezei egy picit izgulna, vagy Mezei is, talán így helyes. Révész Veres, Mészáros. Mészáros visszakapja, és köszöni szépen, ezt a közelit már nem rontja el. Domján Ervint kell megdicsérni, az ő betöréséből és passzából alakult ki. Ez az egyébként nem túl bonyolult közeli helyzet. Mészáros labdát sen, az pedig sportszerűt lehiba lesz. Nem is akarta szerintem ezt odaütni Mezei Máté. Lehet, hogy Domján Ervin sem tudta, hogy itt mi következik majd. Fogalmazzunk úgy, hogy egyelőre csak és kizárólag olyan dolgok történnek a pályán, amik elégedettséggel tudják eltölteni a fenyődi amati losonci edzőtriót. Érdekesség, hogy itt Losibá magyaráz most Jecsnek. Ugye fordított felállásban jártak már országos döntőn ő és Fenyődi Szabolcs 2018-as tavalyi döntőn. Fenyődi Szabi volt Losi másodedzője, most pedig kölcsönkenyér visszajár alapon Losonci Dániel jött el segíteni a jó barátnak. Nagyon fiatal az edzői brigád alapvetően a Honvéd Kosárlabda Akadémián. Nagyon jó viszonyt ápol kb. Mindenki mindenkivel. Parádé, Révész Veres Albert a befejező. A labda nélküli mozgások a felnőtteknél is nagyon szépen működnek. Hát még a serdülő korosztályban kockázatos passz. Nincs is belőle egyébként könnyű dobás. A John Borton nem lehet elvenni. Révész Veres Albert egy kicsit túl gondolta most a szerepét. Túl lelkesedte ezt a szituációt, inkább fogalmazzunk így. De ez rendben van. Ez a dobás nincs. Érdemes megnézni amúgy minden serdülő edzőt, hogy mennyi energiába kerül az, hogy a csapat folyamatosan pörögje, hogy csinálják azt, amit szeretnének, hogy folyamatosan bíztassák a játékosokat. Hihetetlenül sokat kivesz az edzőkből minden egyes mérkőzés. Sokkal többet, mint egyébként a játékosokból, akik ugye fiatal korukból fakadóan pikpak regenerálódnak. Tehát például a két meccs van egy napon, az edzőknek így az ő elmondásuk alapján általában sokkal megterhelőbb, mint a játékosoknak. Nekem ugye ide az a
van szerencsém a feleségem révén egy serdülő lánycsapatot vívő emberrel együtt élnem, és pontosan látom, hogy a két napos, vagy a két mérkőzéses napokon egész egyszerűen tulajdonképpen egy kenyér megkenése is problémát okoz, annyira leszívja az energiákat, az, hogy a játékosokat biztassa, hogy a játékosokra odafigyeljen, hogy mindenkire jusson megfelelő mennyiségű energia. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes része az U14-es kosárlabdának. Érdemes figyelni az oldalvonalat is, hogy tényleg milyen energiákat kell mozgósítani ahhoz, hogy a csapat folyamatosan úgy pörögjön, ahogy kell. Ezek a gyerekek azért még alapvetően a felnőttekből, a mesterükből táplálkoznak. Egy korosztálya a följebb, ez már nem biztos, hogy így van. De itt még nagyon kódependens az egész. És azért inkább egyirányú. Nyilván Boronyai Zoltán sikeressége függ a srácoktól, de egyébként a srácok sokkal többet vesznek ki Boronyai rezgéseiből, mint fordítva. Rossz passz. Összegyűjtötte ezt még Mészáros, de ez leginkább az ő ügyességének köszönhető. Az ármas mellé megy. Mészáros szedi a lepattanót. Jókor jó helyen. Klasszikus esete. Jecs. Tartott labda. És akkor ez így kiállítás lesz. Mert a 9-es számú játékosnak ez a második sportszerűtlen hibája. Számára ez a mai mérkőzés véget ért így. Mezei Máté elköszön. Megmondom őszintén, hogy nem láttam, hogy pontosan mi a szituáció. Úgyhogy mi történt. Volt egy tartott labda. Ó, ráütött Jezs Dominikre Mezei Máté. Jogos az ítélet. Gyorsan visszanéztem egyébként az élő közvetítést itt magamba. Nem láttam az élő képe, hogy ott mi történt. Volt egy csapó mozdulat tenyérrel Mezei Máté részéről, és ugye volt neki már az a sportszerűt lehívva egyel korábban. Ő már nem jöhet vissza a pályára a mai napon. Révész Veres betörése, kiosztása. És Erdős Dávid jó befejezése. 44-13 kiütéses első félidőt fut a budapesti Honvéd serdülő csapata. Ez még akkor is igaz, hogyha most jön egy válasz. Ruszkai Dániel hosszú gólcsendet tört meg. 44-15. Itt most, de ez is szóba került már korábbi közvetítéseink alkalmával, ha egyetlen kérése lehetne Fenyődi Szabolcsnak, akkor az biztosan az volna, hogy itt a 15 perces szünetet, ha egy mód van rá, akkor felejtsük el és azonnal folytassuk. Boronyai Zoltán pedig lehet, hogy egy napos szünetet kérne, ha volna ilyen opció, de hát nincs sem egyik, sem másik oldalom. Azzal kell dolgozni, amit a szabályokat, a lehetőségek felkínálnak. Jó befejezés. Szűk huba. Az utolsó percen belülre érkezünk. 44-17. Észnél kell lennie itt a zárásnál a Honvédnak. Ó, nem adják meg, lépéshibát fújnak. Egy picit visszavett a tempójából Domján Ervin, hogy aztán volt ebbe még egy letett láb vagy sem. Nehéz ezt megmondani. Amerre tart a kosárlabda, ez egyre kevésbé lépés. Furán néz ki, ezt aláírom. De mondom, a mai játékvezetőink hopp egy tripla palánkról. Bajomi Leventétől. Itt azért 7 pontja nem zsinórban a Zsíros Akadémiától.
44-13-ról jutunk el 44-20-ig, és ez pedig ítélet kifelé, ráadásul ez majd két büntetőt eredményez, mert hogy megvan az ötödik csapatfaltja a Honvédnak. Fú! Na ez az utolsó néhány mozzanat, ez bizony adhat kapaszkodót a sárga feketéknek. Szóval visszatérve erre a lépés nem lépésre, Lenger Levente és Novák Bence nagyon odafigyelnek arra, hogy a lépés hiba mint olyan az be legyen tartva, mint szabály. Egy büntető Palánkról, Ruszkai Dániel, ő is a 40% alatt büntetőzők széles táborát erősíti a Zsíros Akadémia házán belül. Itt most bedob kettőt, 9-0-ás roham a Zsírostól, és egy technikai kaptak, vagy lépéshibát fújtak, nem tudom mi történt. Lépéshibát fújtak. Addig-addig reklamált Lassonci Dániel, míg fújtak egy lépéshibát, csak nem így gondolta szerintem. Mészáros szeretett volna a labdát csenni, nem jött össze, csak ütni tudja a labdát, szűk húba, megfogni nem. Tíz másodperc még a hátralévő idő, végig támadhatja a negyedet, és így a fél időt is a Honvéd, Mészáros kicsit korán vállalja. Hoppá! De hát nem számít, hogyha beledobod, hogy milyen korán dobod el. Nagyon kellett a Honvédnak egy ilyen felütés itt a negyed végére. 9-0-ás etapot, és egyben a fél időt zárja le ezzel a triplával Mészáros Ádám, és így 47-22 arányban vezet a nagy szünetben a budapesti Honvéd serdülő csapata a Zsíros Akadémia ellenében. 47-22, Pap 10 pontos, Mészáros 8-nál, Kurfisnak is 8 egysége van. Aki pályára lépett a Honvédnál, az így vagy úgy, de hozzá tudott szólni a tánchoz. Ugye Nagy az egyetlen, aki nem szerzett még kosarat, viszont neki van 5 lepattanója, illetőleg ugye 2 szerzett labdája, meg egy asszisztja. Azt kell, hogy mondjuk, hogy jó, a dobások nem mennek be Nagy Zsombor részéről, de ettől függetlenül egyébként jól játszik. Míg azt azért, hogy Nagy Ágoston mindössze 2 pontnál tart, az azt gondolom, hogy egy olyan fegyvertény, ami mindenféleképpen dicséri a budapesti Honvéd védekezését, akár csapatszinten is. És hát Mezei Máté a nagy vesztese ennek a csörtének ez ideig, hiszen ő 2 sportszerűtlen hibával biztosan nem lehet majd ott a folytatásban. Pici pihenő csapatnak, nézőnek egyaránt, és aztán természetesen érkezünk majd vissza a folytatással. Tudta? Termékkínálatunkban minden rendszerelemet megtalál, ami egy szerkezetkész ház felépítéséhez szükséges. Betonzsalúzó elemek, téglafalazó elemek, nyílás áthidalók, kéményrendszerek, előregyártott betonelemek, előregyártott lépcső, födémrendszerek, tetőcserepek, térkövek, kertépítő anyagok. Számunkra kiemelten fontos a környezetvédelem az építőanyagok gyártásánál. Fenntartható alapanyagokból dolgozunk, hogy a lehető legkevésbé terheljük környezetünket. A gyártás során keletkezett betontörmeléket újrahasznosítjuk, és alapanyagként ismét felhasználjuk. Leyer. Egy életre szól. www.leyer.hu. Choices they regret.
Time has passed me by without you by my side. When I think of all that's gone, you're still the one. Az Ursza termékek biztosítják az épített környezet energiahatékonyságát. Ilyen módon hozzájárulunk az emberek életminőségének javításához, ráadásul még bolygónkat is óvjuk. Európa egyik vezető szigetelőanyaggyártó vállalataként azért dolgozunk, hogy megteremtsük az ideális hőérzeti és akusztikai komfortot mind a lakóterekben, mind pedig a munkahelyeken. Szakembereink elkötelezettek a modern követelményeknek megfelelő minőség és a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása irányában. Vállalatunk az emberközpontúságot helyezi előtérbe, jólétet teremtve egy kényelmesebb, kellemesebb környezet létrehozásával az emberiség szolgálatában. Termékeinkkel az életminőséget és a bolygónkon megvalósítható fenntarthatóság szintjét javítjuk. Az évek során ígéretes termékválasztékot fejlesztettünk ki. Most ez a termékválaszték hivatott megerősíteni az elismert Ursza márkanevet. Vállalatunk logója is izgalmas átalakuláson ment keresztül. Az Ursza a jövőbe tekint, ezért kedvenc jegesmedvéink is ezt kell tegyék mostantól. Új színeink erőt és átláthatóságot sugároznak. Az elegáns, sötétebb kék jelentőségteljesebb márkaüzenetet hordoz. A vörös az emberközpontúságot és a melegséget fejezi ki.
Az új vállalati image termékeink csomagolásában is fokozatosan meg fog jelenni, melyet természetesen új brossúráink megújulása is követ majd. Minőségi termékválasztékunkat számos alkalmazási területre ajánljuk, és ehhez részletes, építész szakemberek által összeállított, hasznos útmutatókat és tanácsadást nyújtunk. Íme. Ismerje meg ön is az Ursa új arcát. A gondoskodás annyit tesz, hogy igyekszünk mindent megtenni a szeretteink egészségéért. Ebben a gondoskodásban nyújt sokoldalú támogatást az Eurovit Vitamin család. Válaszd az Eurovit vitaminokat a családod számára. Eurovit Vitamin család. Lételemünk a gondoskodás, akár csak neked. És te? Tudod, hogy a KNTH-val duplán fektethetsz a jövőbe? Duplán. Egy tudatos döntéssel és a KNTH felelős befektetésekkel egyszerre tehetsz a klímaváltozás ellen, és közben a pénzed is gyarapszik, összhangban a földdel és egy élhetőbb jövővel. Fektess be havonta telóról, és akár 40 ezer forint jóváírást is kaphatsz. És új bankszámlával még ezt is duplázhatod. És két oda navigál. Dönts okosan! KNTH. Innováció, fenntarthatóság, jövő. Csobbanj egyet a Mega Örvényben! A város legkeményebb beltéri csúszdapartjában! Hé, Carl! Igen? A Snickers csináljuk, a csúszdapark tegnap volt. És nem is hívtatok? De hát nem is... És legalább jó volt? Hagyjuk, Carl. Veled is előfordult már, hogy valami nehezebb volt, mint gondoltad? Hogy úgy érezted, nincs esélyed? Néha mind elbizonytalanodunk. De vannak, akik akkor is hisznek bennünk, amikor feladnánk. Az Erszténél eddig 3500 hátrányos helyzetű gyermeknek segítettünk, hogy felnőttként tudatosan kezeljék a pénzügyeiket. Higgy magadban te is! Egy bank már biztos van, aki hisz benned. Erszte.
Egy fél időt követően vezet a Budapesti Honvéd U14-es csapata a Zsíros Akadémia elleni csoportkörös összecsapáson még hozzá. A Vártnál úgy gondolom, hogy sokkal simábban, ugye 47 dobott pont, 22 kapott egységre, 17 eladott labda a Zsíros Akadémia csapatától. Ráadásul Mezei Máté személyében van olyan játékos is, aki már nem is jöhet vissza a pályára két sportszerűtlen hibából fakadóan. Úgyhogy fogalmazzunk úgy, hogy egy rémálomszerű első fél időt tudott le Boronyai Zoltán együttese, és hát talán abban bízhatnak, hogy egyrésztről ott az utolsó másfél percben azért láttunk tőlük szép dolgokat, ugye volt 44-13 is a találkozó állása, onnan futott egy 9-0-át a sárga feketemezes alakulat, és aztán jött Mészáros Ádám utolsó másodpercekben aláhulló triplája, amivel ugye ez a 47-22-es, 25 pontos félidei különbség kialakult. Nem egyszerű a Zsíros Akadémia helyzete, de ismétlem még egyszer, talán ennyire rossz félidőt nem tudnak játszani, mint amit játszottak itt az elsőben. Nincs nagy meglepetés szerintem. A Honvéd kezdőjében Kurfis, Mészáros, Pap, jól látom Hidas, illetőleg Nagy Zsombor, és természetesen ugye, Nagy Ágoston is ott van a Zsíros Akadémia kezdőjében, a második félidő elején. Tőle sokkal több kell, még akkor is, hogyha Pap érezhetően jól érezte meg azt, hogy mit lehet csinálni Nagy Ágoston ellen. Dobos, inkább vissza. Két büntetőt fog majd dobni. Ha jól látom, akkor 16-os a Ruszkai Dániel. Igen. Marad mind a kettő, Kurfisé a lepattanó. Pap Mészároshoz, Mészáros. Hidas, ezt a Paphoz, lépés lesz. Az a fújás beleillett a játékvezetői felfogásba megint csak. Lantos megáll, Lantos pörög-forog, Lantos mellé dobja. Hú, az ott szűk. Dobos rúgta fel egyébként Nagy Zsombort. Továbbra is várunk itt a fél idő első kosarára. Kurfis, oda piszkál Nagy, ügyesen csinálta, nem számított rá Kurfis zétény, hogy itt majd még valaki odaérhet. Nagy. Az meló.
viszont mellé dobja a büntetőjét Nagy Ágoston. 23 a különbség. Lépésébet folynak Kurfis ezen megmozdulására is. Lantos, megállítják. Most területek nem voltak tökéletesen elosztva ennél a támadásnál. Sárga mezesektől dobos, Nagy. Pap, Kurfis. Nem kell varázsolnia, meg 3-4 métereket haladni a labdával a Kurfisnak, akkor nagyon-nagyon hatékony. És ez ennyire fiatalon ritkaság, hogy nem akar még színezni rajta. Nagyszerű befejezés megint Mészárostól. 51-26. Nagy Ágoston döntött úgy, hogy akkor kosárlabdázzunk. A kérdés az, hogy talál-e társra csapaton belül, illetve hogy védőtérfélen képesek lesznek-e bármit is kezdeni a honvéd játékával. Mészáros inkább kiosztja. És jó ez a hármas is. Mondom, le a kalappal az edzői stáb előtt, mert azt hiszem ez az ő érdemük, hogy itt most mindenki ennyire koncentrált. Megállítják ezt a betörést is, dobos. Itt is volt azért varázslat a lábmunkával. 54-30. Kurfis. Faltal együtt. Próbálja bizonyítani jó hírét Kurfis Zétény. Ez ma nagyon koncentrált játék az ő részéről is, de tényleg az egész honvédre igaz mindez. Mészáros Ádám. Védőfaltot fújnak, határeset volt. Pap dobhat kettőt. Jó az első. 60% fölött. Pap is, Mészáros is. Lehetőleg az a Fridel, aki a mai napon kimaradt a keretből. 58-30. Felettébb egyértelmű. Nagy Ágoston. Három embernek kell neki rontania, nem is jár sikerrel. Pap. Jó jött volna egy palánkos tripla,
Lehet, hogy az utolsó tördöfés lett volna a zsíros szívekbe. Itt most ehelyett érkezik egy nagyszerű egyéni megmozdulás, aztán egy labdaszerzés, csak kimarad utána az ittszer. Pirosmezes lábról ment ki a labda, ezt mutatja a játékvezető. Halász Kende elégedetlenkedett. Lehet, hogy a fújás elmaradását hiányolta. Nagytól nem jó a dobás, ezért távoli tempó. Elvállal egy hármast, az is rövid. Visszaszedi a labdát, Szükhuba, és dobhat majd kettőt. 58-32. És egy időkérés méghozzá a Honvédtól. Gyorsítsd fel a légutak természetes öntisztulását Ambroxol-tevával. Bocsánat, Szonya, hogy újra zavarlak a hurutos köhögéssel, de van nálad megint Ambroxol teva. Tudod, ami segít a tüdődnek a természetes öntisztulásban. Igen, ez az. Erre a segítségre van szükségem. Fokozd a tüdőd védekező képességét Ambroxol tevával, és szabadulj meg a hurutos köhögéstől. Támogasd a tüdőd! A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos egy gyógyszerészét. Beszédes a statisztika, 14 támadó lepattanó a Honvéd előadásában, de azt hiszem, hogy a hatékonysága az, ami a különbséget jelenti a mai napon. 16 büntetőből csak 3 került a gyűrűbe a sárga-feketék részéről. Nem dobják jól a hármas sem. Ugyanannyi kísérletből 6-tal kevesebb duplát dobtak be. És hát nem túl nagy meglepetésre, majdnem 50-nel kevesebb az index mutatójuk, mint a Honvédé. Kimaradó hármas, aztán támadó lepattanó, szokás szerint, most már mondhatom. Ruszkai harcol ki egy faltot. Nagy, jó labda, dobos. Két büntető jön majd, dobos Levente dobhat. Pap Gergely bántalmazta a játékvezetők szerint. Papot Herceg Balázs váltja. Próbálja folyamatosan forgatni a csapatát Fenyődi Szabolcs. Hozzáteszem, hogy ma nem tud rosszhoz nyúlni. Olyan érzése van az embernek, hogy akárkit is küld pályára, az biztos, hogy jól fog elsülni. Kettőből kettő büntető, dobos Levente előadásában pedig mondjuk 25%-os a vonalról a szezon során. Kurfis! Ő egész egyszerűen feltartóztathatatlan. Na. Ebbe beledadogtam magam is. Így dadognak egyébként a zsíros játékosok, amikor meglátják Kurfist. Ez is falt.
Megint két büntető. Nagy. Állhat oda a vonalra. Ő egyébként kiemelkedően jó a vonalról. ...68% alatt egy picivel, de tényleg csak egy picivel a szezon során. A zsinórban 4 jó büntető a kőbányaiaktól, de még mindig bőven lőtávolon kívül a Zsíros Akadémia. Mészáros. Herceg. Hova? Az most túl hosszú lett. Nagy. Ott marad Erdőssel. Dobos. Ó, ezt a gólpasszt most lenyelte Dobos Levente. Egy 3 pontos kísérlet, ami kísérlet is marad. Dobos támadó lepattan, olyan nagy. Nagy Ágoston, falttal együtt, bizony, meg fogják adni. Nagy immáron 12 pontnál, és erre majd még jöhet egy ráadás büntető is. Van 40. Jó, ott 31 is a honvéd előnye. Még ott 44-13-nál. Jó védekezés Nagytól. Kurfis. Most az a labda így egészen biztos a Hercegről ment ki. Ezt Erdős elvállalta, hozzáteszem, hogy nem nagyon volt más lehetősége szerintem. Jó szögből kapta a labdát, messze volt a védője. Jön vissza Nagy Zsombor a honvédnál. Boronyai Zoltán pedig bent a pályán mutatja a személyzetnek, hogy hol kellene törölni. Be tud-e nézni 20 pont alá a Zsíros Akadémia? Halogatja, halogatja. Össze lehet-e hozni ezt a nagy feltámadást? Ha így fog haigálni a honvéd, akkor még bajba kerülhetnek. Nagy. Picit korán vette fel ezt a labdát, olyan is lett a dobás amúgy. Kurfis jön vissza rendet rakni a lepattanónál. Most itt Erdős Dávid gondolta túl. Hú. Nagy nem teszi vissza csapattársához. Majd lopat két büntetőt, pedig nagy zsugát osztott megint Doboshoz. Nagy aktivizálta magát. És most nem talál egy olyan ötöst Fenyődi Szabolcs, ami jól működne. Picit több labda lehetne bent amúgy Kurfisnál. Vele érezhetően nem tud mit kezdeni. A Zsíros. Duplázni nem nagyon duplázzák, vagy késve érkeznek, és egész egyszerűen
ha nálad nincs labda, akkor az kukába dobott akció jelen pillanatban, mert hogy most kintről nem olyan a játék a Honvédnak. Nagy bedob egy újabb büntetőt. Meg még egyet. 60-44. Kurfis megúszott, nem indítják. Domján sem kapja paptól. Dudás. Domján. Vissza Dudás Olivérhez. 5 másodperc még a támadó időből. Pap nagy mellett. Parás kis presztízs csata. Ó, Kurfis ezt egy ellépte. De megint nincs labda a csapat ászánál, nincs labda bent, és ebből fakadóan erőlködés a Honvéd támadó játéka, és inkább Pap nekirongyolt nagynak. 'Halász! Az igen! Szenzációs egyéni megoldás, 14 pontra jön vissza a Zsíros Akadémia. De ott van Nagy Zsombor, és ez most jót jelent. Hosszú idő után szerez újra kosarat a budapesti Honvéd. Lépéshibát fújnak. A játékvezetők egy pillanatra azt gondoltam, hogy falt, de nem. Kurfis, most megkapja, csak Dadog a kezében a labda, nem volt ez sem egy tökéletes passz, de legalább megnézték Kurfis Zétényt. Aztán majd most Dudás dobhat valami oldalra lépős őrületet. Kurfis pedig hozzáfér a támadó lepattanóhoz, nagy kicseri Pap kezéből, és azzal lehet indulni. Inkább megáll Fekete Nándor. Halászken, de az igen. Dobott egy nehéz zicsert, most dob egy flótert. Komoly munka. 10 másodperc még. Pap elindul. Kiosztja. Még egyel tovább. Dudás. 3-at ér, ha bemegy, de nem megy be, mert rövid. Ráadásul hozzáér az időmérő szerkezethez, ami azt jelenti, hogy jöhet a Zsíros Akadémia. 1,7 másodperc van már csak hátra. Egyébként valami jó akcióval, egy ilyen Helmerivel meg lehetne oldani, de nem, inkább Nagy Ágoston a nyugalmat választja. Azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyot ment a Zsíros itt a harmadik negyedben. Kis szusszanás, és aztán jövünk a folytatással nem sokára. Everyone has made choices they regret. I've made a few, like letting go of you. Time has passed me by without you by my side. When I think of all that's gone, you're still the one.
Nincs meg a lepattanó a sárga feketéknek. Egy tovább a gyűrkőzés. Mészáros. Jecs, inkább megáll. Mészáros jó mögé lépése. És Mészáros dobhat majd két büntetőt. Csúnyán benézte ezt most Fekete Nándor. Meg kell dicsérnünk Jecs Dominiket, aki egyébként ezeket nagyon jól passzolja meg. Ez sem egyszerű, nem elég megcsinálni amúgy alapvetően a mozgásokat. Ezt oda is kell adni. Hiába a jó belépés, ha nem jön a labda. Jön az első büntető. Viszont tökéletes a második. 63-48. Halász. Halász teszi-veszi. Az most jó nehéz. Dobos begyűjti. Marad a labda a zsírosnál. 3,9 másodperc van már csak hátra a támadásból. Nagy, egy tripla, az lejön. Jecs nem engedi Dobost hozzáférni a lecsorgó labdához. Pap. Nagyszerű megoldás. Bátor, de így, hogy kosár született belőle, nem lehet megkérdőjelezni a döntés jogosságát, hogy Pap bement oda a sűrűbe. Szükhuba. Nagy Ágoston. Picit rövid ez a dobása is, ugyanúgy, mint a tripla is. Ez pedig Dobos faltja 65-48-nál. Nagyszerű labdaszerzés Nagytól. Mészáros passza volt, picit könnyelmű. Ez pedig falt. Nagy dob majd kettőt. Csere itt is, ott is. Ezúttal nem jó az első dobása vonalról. A második már annál inkább. Tudtuk a mérkőzés előtt is, hogy nagy teljesítményétől nagyban függ a zsíros teljesítménye, és erre ma újabb példát kaptunk. Mészáros mutatja Jecs Dominik barátjának, hogy de hát ott átcsorog a sarokban Nagy Zsombi, passzolt ki neki. Kurfis. Na ezt most túl gondolta, ezt egyből föl kell tenni az éténynek. Sokkal inkább működik. Itt most nem volt gondolkodás a másik oldalon, viszont nincs is belőle sikeres dobás. Kurfis. Ezt felejtette el a Honvéd az előző negyedben. És most úgy néz ki, hogy megint próbálják Kurfison keresztül futtatni a játékaik zömét, és ez mindenféleképpen jó ötlet Fenyődi Szabolcséktól. Nagy Ágoston. Most egyébként
névrokona, a zsombor fogja. Szűk hubája lepattanó. Egy tripla, tökéletes. Fekete Nándor szerintem a tripla szerzője. Számot nem látom, de méret alapján rátippelek. Igen, ő lesz az. Nem? Kalász Kende. Illetve van a másik tippem. Kurfiszed egy támadó lepattanót, aztán utána próbált volna nekiugrani Dobosnak. A játékvezetők nem kértek ebből semmit. Dobos nem kímélte ott Mészáros kezét. Kurfis. Dob majd két büntetőt ő is. A piszkálódást nem tudták szeretni. És egy időkérés, méghozzá a Zsíros Akadémia eszközeli. Picit beakadt a statisztikánk, ezt mindjárt megpróbálom orvosolni. Reméljük sikerül, még itt az időkérés alkalmával. Igen, 67-52, 16 pontja van Kurfisnak, 14 lepattanóval társítva. Mindössze 12 rádobásból, a másik oldalon pedig Halász Kende az, aki igyekszik követni Nagy Ágostont, több-kevesebb sikerrel, amiben azért Mészáros és Papp is 10 fölött. Több lábon áll a Honvéd, szó se róla. De ez így a mérkőzés első fél idejének köszönhető, itt a másodikban azért varriadalom olykor-olykor a vörösmezeseknél is. Kurfis két büntetőjével folytatódik majd az időkérést követően a mérkőzés. Jó, mind a két Kurfis büntető, 69-52. Nagyon jó meccse van Kurfis ZT-nek. Halász. Jó a kiosztás, még egyel tovább. Szűk. A dobás is az volt. Udeszen Füles, a Zsíros Akadémia 14-ese. Lantos Levente. Hosszú idő után megint a pályán. Drusszáját. Dobost váltotta. Dobosnak van egyébként gyönge mérkőzése önmagához képest. Nem is biztos, hogy ez a jó szó, hogy gyönge, inkább azt mondanám, hogy olyan, mintha Kurfista egy picit tartana. Belépett Lantos, ráugrott a vonalra. A 69-52, 6 perc van még hátra. Volt egy fellángolása a Zsírosnak, 14 pontra vissza tudtak jönni, de annál már följebb nem volt számukra. Kurfis elindul, és támadót fújnak. Ellökte bal karral Lantos Leventét. Jó a szavallabda Kurfisnál, de valahogy úgy kellene ezt elérni a honvédos srácoknak, hogy ne a gyűrűtől 7 méterre kapja meg a játékszert. Még akkor sem, hogyha egyébként érezhetően szeret kintről is dolgozni Kurfis. Nagy. A negyedik csapatfajtja volt ez. Na, Budapesti Honvéd
kosárlabda akadémiának. Innentől kezdve mindenért büntető dobás jár majd, de ez ugyanígy igaz egyébként a Zsíros Akadémia fajtjai esetén is. Dupla, hoppá! Döcs és beesik. Ügyesen csinálta Ruszkai Dániel, még akkor is, hogyha nem így akarta. Nyilván szerencséje volt. 15 megint. A honvéd előnye. Mészáros elindul, megállítják. Jó védekezés. Ugyanez Nagytól is. Herceg erőlködte ezt most el. Nagy tovább teszi. És Kurfistól nem ijedt meg. Riválisa, jön is az időkérés, Fenyődi Szabolcs azonnal reagál a szituációra. Ruszkai Dániel futotta meg nagyon szépen ezt az iménti indítást, és ő az, aki 13 pontra hozza vissza az övéit. Szerintem ott 26-13 óta nem járt ennyire közel ellenfeléhez a Zsíros Akadémia. Ugye a 13 pontnál nagyon megragadt a kőbányai alakulat. Volt ugye 44-13 is a találkozó állása, és akkor onnan tudott a második fél időben nem kevés munkával visszakapaszkodni a Zsíros, és eljutni odáig, hogy 5-19-el egyébként a vége előtt. Most arról beszélgetünk, hogy egyébként két jó akció itt, kettő rontott a Honvédnál, és már is bajba keveredhet a Honvéd. Ugye 21 eladott labdája van a Fenyődi legénységnek. Ez biztosan sokkal több, mint amit Szabolcs látni szeretne tanítványaitól. Különösen úgy, hogy nagyon-nagyon sokáig ezen egyébként az edzők által megnyerni nem kívánt statisztikai kategóriában a Zsíros bőven riválisa előtt járt, és ez fordult meg a második fél időben. Kurfis fog pozíciót, és fújnak rá egy támadót. Hát... ügyesen csinálta egyébként Lantos Levente, de ettől függetlenül úgy vagyok én ezzel, hogy azért ez egy véleményes fütyülés volt. Na mindegy, ahogy azt mondani szoktunk, nem a mi dolgunk. Megszerezte a labdát Lantos Levente, és ha már így alakult, akkor rá is dobta. Nem járt szerencsével. Marad a 13 pont. Eljut a labda Kurfishoz. Nem. Pocsék bejátszási kísérlet. Nagy Ágoston a másik oldalon. Az igen. 11-re olvad a Zsíros Akadémia kőbánya hátránya. Kurfis kérné, Kurfis kapja, 9 másodperc még. Két büntető jön majd. 33%-os büntetőző Kurfis, most bedobott kettőt. De ettől függetlenül azért nem feltétlenül biztos, hogy rossz üzlet az a Zsíros szempontjából, hogyha Kurfis büntetőket kell, hogy dobjon. És sokkal inkább dobjon büntetőket, még akkor is, ha bedobja őket, mint hogy zicserezgessen. Mellé dob, viszont van támadó lepattanója a vörös mezeseknek, meg még egy, Kurfis. Na így nagyon rossz biznisz volt ez az iménti falt. 72-58, 3 pontos játék lett belőle. Halászken, de nem volt szíve leosztani ott a mellette ácsorgó Lantos Leventéhez. Inkább elvállalta ezt a flótert, és a másik oldalon pedig Kurfis büntet. 4 pont,
mezőnyből, egy a vonalról Kurfis előadásával. Most abszolút ő a vezér, ő az, aki az érfogót elővette. Nagy Ágoston pedig szeretné újra felszakítani azt a sebet, hogy három pontosan jelentkezik a zsíros legjobb pontszerzője. Domján. Lejön. Nagy begyűjti a lecsorgó labdát. Az ügylépés lesz. A mai játékosodói felfogás alapján ez egy következetes döntés. És egyébként valószínűleg amúgy is lépés volt, nem csak a játékvezetői felfogás miatt kell megdicsérni ezt az ítéletet, hanem összességében a sportág szabályrendszerének megfelelő volt ez a fújás. Kurfis. Egy leütés, Faltal együtt. Kurfis Zétény rendezi a mérkőzés végjátékát, maradjunk annyiban. És végre van nála a labda, ugye örök dilemmája minden edzőnek az, hogy ugye, el kell juttatni a labdát a magas emberhez, csak és kizárólag akkor érdemes keresgélni őt, hogyha ez így adódik. Kurfis már 25 pontnál, 15 mezőnykísérletből 30-as index Kurfis Zétény neve mellett. Most közben nagy, ugye 21 pontnál, meg 6 lepattanónál, meg 4 gólpassznál, az ő számai rendben vannak. De Halász és Ruszkai a két társ. És mondom, az első fél idő az nagyon-nagyon hiányzik a zsíros játékából. Akkora előnyt adtak ott azzal, hogy voltak 31 pontos hátrányban is, hogy azóta hiába játszanak egyébként jól, és vannak abszolút mértékben pariban a Honvéddal. Egész egyszerűen nem lehet 30 pontos előnyt adni senkinek. Még utánpótlás kosárlabdában sem. Nem jó a büntető, Nagy letépi a lepattanót, de egyre fogy a zsíros ideje, és így nincs más hátra, mint előre, le kell győzni a Nemzeti Kosárlabda Akadémia csapatát, hogyha elődöntőt szeretne vívni a zsíros. Egy falt. Hoppá! Érdekes ítélet, fogta a labdát szegény Papp Gergely, és ráfújták a falat, hogy befogta ellenfele kezét. Hát de miért volt ott az ellenfél keze ugye a labdán? Ez a nagy kérdés, hogy hát a Papp teste és karja között benyúlt tulajdonképpen a rivális. Nyön passz Nagytól. Aztán utána egy szép tempó. Ember fölött kézen át. Ez sem volt igazán könnyű. Mészáros a visszalépésből nincs helyzet. Az pedig úgy Domján lépéshibája. Kettő, 12 van még hátra. És 13 a Honvéd fórja. Elég kell, hogy legyen. Így meg aztán pláne. Dob majd két büntetőt Jecs Dominik. Mert hogy megvan az egy csapatfaltja.
zsírosnak is. Újra dobatják, belépett egy sárga mezes. Lepattanó nagynak. Így, aztán utána átrangyol mindenkin egyébként. Kurfis. Kurfis Zétény bizonyította klasszisát itt az utolsó negyedben. Abszolút mértékben róla szólt minden. 27.17 lepattanó. Az betyáros teljesítmény. Szabó. Halász Kende hármasa. Picit későn. Úgy érzésre az egész mérkőzésbe későn érkezett meg a Zsíros Akadémia, és ez könnyen lehet, hogy az elődöntő szereplésükbe kerül majd. Ha csak ugye nem jön a nagy meglepetés, és nem tudják legyőzni az NK Pécs gárdáját. Játszottak ABL mérkőzést egymás ellen nem is olyan régen, akkor 8 ponttal kapott ki a Zsíros Akadémia, de nagyon közel voltak a nagy szenzációhoz, a bronz mérkőzésem. Domján. Mészáros. Tartott labda. És nyilván akár körverelésben is gondolkozhat egyébként Baranyai Zoltán, ha minden úgy alakul, ahogy azt ők szeretnék. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen különbséggel kapnak ki, mert hogy kapni ki fognak, ez egészen bizonyos. De tudnak-e jönni mondjuk 10 ponton belőle? Így nehéz lesz. Kurfis. Megint egy blokk. A jó egyéb teljesítmények mellé. És aztán egy ilyen befejezés Kurfis Zéténytől mutogatja, hogy milyen muszlikkal rendelkezik. Vélhetőleg nem túl sokkal, de ettől függetlenül ez egy nagyszerű megoldás volt. És mondom, aki esetleg azért kapcsolt ide a Humbasket TV-re, hogy megnézze, hogy miért akarja Zsoventut Badalona ezt a srácot, az azt hiszem, hogy választ kapott ezen kérdésére. 29.18 lepattanó volt blokkja, és egy 39-es teljesítményindex mutatót tud felmutatni Kurfis Zétény. És mondom, a számok java az itt jött az utolsó 10 perc során. Te valami olyasmire emlékeznék, hogy ilyen, hát nem is tudom, szerintem 17 pontnál járt, amikor arról elmélkedtem, hogy hát Kurfist meg kellene nézni, meg foglalkoztatni kellene, meg ilyesmi. Na most ezt megtette a Honvéd, és ennek megfelelően egyébként azért le is hozzák a mérkőzést, de összességében
a győzelem az az első fél idő eredménye, nem pedig a második fél időjé. Ez már inkább kárelhárítás volt. Semmint bármi más. Annak viszont nagyszerű, lehet így fogalmazni, és Kurfis a hét adott labda ellenére is zseniális. Most éppen egyébként 36-os indexet írnak, 39-es láttam az előbb, de ez nem, azt nem szoroz. Akkor ránéztem a statisztikára. A 80-68 az fix, és az is fix, hogy a Zsíros Akadémia megpróbálhat még kosarat szerezni. Ruszkai. Jár a szép volt, fiúk. Egyébként jár a Zsíros Akadémiának is, mert hogy ugye ott 44-13 után azért megnyerték a mérkőzést majdnem 20 ponttal, csak hát addig nem tudtak mit kezdeni az ellenféllel. Halász Kende duplája zárja le a mérkőzést, 80-70 arányban győz a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia serdülő csapata a Zsíros Akadémia kőbánya serdülői ellenében. Köszönhetően annak, hogy elképesztő agresszivitással és éjséggel és koncentrációval jöttek ki erre a mérkőzésre, ami én úgy gondolom, hogy meglepte a Zsíros Akadémia tagjait. Itt a második fél időben a honvédos srácoknál elsősorban Kurfis Zétény volt dicsérhető, 29.18 lepattanó, de az első fél időben mindenki nagyszerűen játszott, különösen Mészáros és Pap. Úgyhogy egy komplex csapat teljesítménnyel tudta felülmúlni városi riválisát a Honvéd, és nagyon nagy lépést tett egyébként ezzel az elődöntőbe jutás felé. No meg akkor gyorsan nézzük meg, hogy milyen mérkőzések várnak lánk, illetőleg, hogy min vagyunk túl. Ugye a Honvéd legyőzte a Zsíros Akadémiát, az NKA Pécs majdnem 40-nel verte a CVSKK Debrecen együttesét, a MAFC nagy nehezen legyűrte a Kecskemétet, a MEAFC pedig a torna nyitó mérkőzésén egy pontos győzelmet aratott a Kasi, azaz a Kaposvár ellenében. Most jön majd a hivatalos megnyitó Pécset, és aztán hát valamikor én azt mondom, hogy 18 óra környékén érkezünk a folytatással. Az eredeti terv az 17:30, szerintem ahhoz képest csúszásban vagyunk, de simán lehet, hogy a szervezők gyorsítanak valamit a megnyitón. Nem hiszem, hogy különösebben sokat tudnak, tehát azt mondom, hogy szerintem egy ilyen kellemes félórás csúszás lehet a programban. Érdemes lesz a Humbasket TV-n figyelni, hogy mikor indul az élő adás, valamikor 17:30 után, ez egészen biztos. Minden esetre én már viszonylag a képernyők elé. Addig is a viszontlátásra, viszontlátásra.